Köszöntöm a nézőket, ez a Közügyek, Farkas Aténa vagyok. Műsorunkban megmutatjuk, hogyan népszerűsítik képzéseiket a középiskolák Vajdaságban. Majd annak járunk utána, mit tesz az állam, hogy megakadályozza a friss diplomások külföldre vándorlását, vagyis az agyelszívást. Ezután a szabadúszókkal foglalkozunk, megéri-e ebben a formában munkát vállalni, és mit tesznek annak érdekében, hogy helyben minél jobb legyen. Húsvétre készülődünk, majd pedig a diák seregszemle versmondóvásány részleteit ismerhetik meg. Tartsanak velünk! Nem csak a ballagó diákoknak okoz fejtörést a pályaválasztás, nagyon sok középiskola, gimnázium is komoly bemutatókat, programokat szervez annak érdekében, hogy a diákok az általuk képviselt iskola valamelyik szakirányát válasszák. A vajdasági középiskolák számára az egyik legnagyobb problémát a határon túli oktatási intézmények jelentik, de az is nagy problémát okoz, hogy ebben az évben 608. osztályos tanulóval van kevesebb, mint tavaly. Nagy szerepet játszik életünkben a megfelelő középiskola és szakirány kiválasztása. Fontos, hogy a szakterület, amelyről több éven keresztül tanulunk, közel álljon hozzánk. Balogh Kornél, a Magyar Kanizsai Középiskola diákja, most ballag. Mint mondja, ő nem bánta meg, hogy a számítógépes szerkesztő szakot választotta, és elégedett az iskola oktatási rendszerével is. Az elmúlt 4 évet én úgy értékelném, hogy számomra sikeres volt, több versenyen is voltam, amiket javarészét meg is nyertem, a tudásomat is tudtam bővíteni, van rá lehetőség, vannak tanárok, akikkel lehet pluszba dolgozni, de viszont ugye közben jött a koronavírus, ami egy kicsit keresztbe tett, de én ennek ellenére is sikeresnek tartom. A Magyar Kanizsai Középiskola 2 szakterületet ölel fel, a mezőgazdaságot és a gépészetet. Az iskola nyílt napokkal pörzéken való részvétellel igyekszik bemutatni magát a pályaválasztás előtt állóknak. Sterbik Ildikó, az oktatási intézmény igazgatója elmondta, sajnos észrevehető, hogy egyre kevesebb a gyermek. Meredeken csökken a gyermekeknek a száma, hogyha ehhez hozzá kell tenni például azt, hogy az idén a végzős nyolcadikosoknak a száma Vajdaság szerte 600-al kevesebb, mint a tavaly végzett nyolcadikosok száma, már ez önmagában is 20 osztályt jelent. Minden iskola nagyon törekszik most arra, hogy a diákokat rávegye arra, hogy hozzájuk iratkozzon, illetve hogy itthon tartsuk őket. Mindegyik szakunk hiány szakmának számít itt nálunk. Külön kiemelném a mezőgazdasági technikusokat, mert az itt tanuló diákoknak a nagy része ugye a családi gazdaságból jön, és nekünk célunk az, hogy ők itthon találják meg a boldogulásukat, hogy átvegyék a családi gazdaságot, és hogy itt boldoguljanak a továbbiakban. A török kanizsai Dosite Jobradovics gimnázium és szakiskolában több mint 300 tanuló jár. Itt vendéglátóipari és közlekedési szakon tanulhatnak a gyerekek. A legnagyobb konkurenciát az iskola számára a határon túli oktatási intézmények és azok támogatási rendszere jelenti, mondja Fekete Angéla, igazgató. Nagy kihívás az utóbbi években minden középiskola számára ez a feladat. Nagy konkurenciát jelentenek számunkra a határon túli iskolák, ahol sokszor ösztöndíjat kínálnak a tanulóknak. Hát mi is próbálkozunk különféle módon ide vonzani a tanulókat. Legpopulárisabb szakunk a gépjárművezető szak. Itt igazából nincs gondunk a beiratkozásnál. Idén sikerült egy új teherautót is vásárolni, amivel komolyan emelkedett ugye az oktatás szintje. A vendéglátóipari szakra tanulókat csalogatni kicsit komolyabb kihívás. És nem utolsó sorban, hogy ezek hiány szakmák is. Abszolút hiány szakmákról van szó. Könnyen elhelyezkedhetnek ezek a tanulók. Sokszor kapunk olyan visszajelzést, hogy szinte azonnal a diploma megszerzése után munkába állhatnak a tanulók, főleg a gépjárművezetők, de egyértelműen a vendéglátóipari tanulóink is. Egyre több és új lehetőségekkel kell, hogy rendelkezzen egy iskola, hogy a szülőknek és a diákoknak felkeltse az érdeklődését. A Tótfalusi Nyárs István Labdarúgó Akadémia és Kaszab István Kollégium kölcsönösen egészíti ki egymást.
Az akadémia több mint 100 gyermekkel foglalkozik, míg a kollégiumban mintegy 60 gyermeket tudnak elszállásolni. Az oktatási intézménynek így könnyebb érvényesülnie, de itt is igyekeznek minden feltételt biztosítani, illetve alkalmazkodni a szülők gyermekek igényeihez. A kollégiumunkból Szabadkára, Zentára, Magyar Kanizsára és Török Kanizsára járnak az középiskolás diákok, akiket a saját járműveinkkel utaztatunk. Ez azt jelenti, hogy van 2 20+1 személyes buszunk és 2 kombink, illetve személyautóink. Ezek a járművek a Nyers István Akadémiai edzésekre is hordják a környező településekről a gyerekeket a foci edzésekre. Napi 3-szoros főétkezést biztosítunk a diákok számára, illetve 2 uzsonnát. Az ételek azok a saját konyhánkban készülnek el. Heti 1-szer kötelező szentmisére járni a minden diákunknak, tehát a magyar és a szerb anyanyelvűeknek is. Fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek a szabad idejüket hasznosan töltsék el. Rendszerint szervezünk koncert, színház, látogatásokat, kiállításokra is járunk. Mennyire nehéz nekik összehozni, mert ugye többnyire akik ide jönnek, ők sportolnak, és mennyire nehéz nekik összehozni az iskolát és a sporttevékenységet? Néha megsajnálom őket, mert nem sok szabad idejük van. Tehát aki délelőtt iskolába megy, az nagyon korán elindul. Amikor visszaér az iskolából, akkor megebédelés rendszerint kezdődik az edzés. Az edzés után tanulóidőn kell részt venni a diákoknak, kivéve azoknak, akik 4 egészes fölötti átlaggal rendelkeznek. És tanulóidő után vacsora, és akkor utána még van egy kis szabadidő, hogyha van, mert sokszor kell járniuk az edzőterembe is. Tavaly egy európai színvonalú edzőteremmel gazdagodott a kollégium, és ezt természetesen az akadémisták is használhatják. A jelenlegi helyzet tehát az iskolák számára sem könnyű, de az intézmények igyekeznek színvonalas oktatásban részesíteni a gyermekeket, felkészíteni őket az életre. A stúdióban a vendégem pedig Vojnich Horváth Ildikó, a Szabadkai Iván Szárik Műszaki Iskola iskolapszichológusa. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Milyen szakokon tanulhatnak ebben az iskolában a diákok, illetve hány szabad hely van számukra? A következő tanévben, tehát a 2022-2023-as tanévben összesen 180 diákot fogunk felvenni magyar nyelven. 3 szakterületen képezzük 3., 4. illetve 5. fokozaton a diákokat, ez az elektrotechnika, a gépészet és a fémfeldolgozás és a közlekedés szakterületén. Elektrotechnika szakterületén az információs technológiák elektrotechnikusa, a számítógépes elektrotechnikus és a mehatronikai technikus szakon nyílik 4 éves képzés, 30-30 diákot fogunk felvenni ezekre a szakokra. A gépészet és a fémfeldolgozás területén a számítógépes vezérlésű CNC gépek technikusa szakon veszünk föl 30 tanulót, ez szintén 4 éves képzés, és közlekedés szakterületén a közúti közlekedési technikus szakon, ez 4 éves képzés, veszünk föl 30 tanulót, és 30 tanulót a gépjárművezetői szakon, ez pedig 3 éves képzés, nyitunk a következő tanévben. Mivel tudnak kitűnni, hogyan igyekeznek népszerűsíteni magukat, hogy megteljenek ezek a helyek? Tehát, amint hallotta, ezek fejlett, modern szakok jól hangoznak, és az iskolánk pedig sok projektumban vesz részt, tehát modern eszközökön tanulnak a diákjaink. Több kabinetot nyitottunk, amelyen fejlett eszközök vannak, ahol tényleg haladni tudnak a korral a diákok, és versenyképes szakemberekké válnak. Milyen gyakorlatra tehetnek szert a képzésben ebben az iskolában? Tehát programozás és ehhez hasonló gyakorlatok vannak ezeken a szakokon, illetve a gépjárművezetőknél és a közúti közlekedési technikusnál, nekik ezt tudjuk, hogy a 3. évben megszervezzük a gépjárművezetői engedélyhez szükséges vizsgát, ez kötelező mindenkinek, tehát náluk ez a gyakorlat is van, a poligonon gyakorolnak a diákjaink, kimennek a forgalomban, illetve a gépjárművezető szakon náluk a B és a C kategóriás hajtási engedély megszerzése is kötelező,
az iskola végéig. Gyakorlatoknál maradva különböző cégekhez is ellátogatnak, vagy akár a cégek érkezhetnek, tehát duális képzés például megvalósul-e? Duális képzés ezeken a szakokon, ahol amit a következő tanévre tervezünk, nem nincs rá lehetőség. Viszont igen, az iskolánkban van duális képzés, és ez az, amivel versenyképesek vagyunk. Tehát különböző vállalatokba, cégekbe, gyárakba mennek a diákjaink. Viszont a gépjárművezetőink és a közúti közlekedési technikusok szintén bejutnak különböző egyesületekbe, különböző munkahelyekre, ahol tudják látni, hogy ez hogy működik. Illetve az elektrotechnika és a gépészet szakterületén is a diákok eljutnak különböző gyárakba, tehát el tudják képzelni, hogy mivel fognak később foglalkozni. Milyen továbbtanulás, illetve ha már ugye szakmákról beszélünk, elhelyezkedési lehetőségei vannak ezeknek a diákoknak? Tehát az iskolánk felkészíti a diákokat a továbbtanulásra, jó alapokat adunk a továbbtanulásra, akár a szabadkai főiskolákon, egyetemeken, vagy pedig Újvidékre mennek a diákjaink többnyire, Szegedre, Budapestre mennek továbbtanulni a diákjaink, és mindenképp felkészülnek a továbbtanulásra. Illetve a munkavállalásra is felkészítjük őket, nagyon sok diákunk, tehát vannak ilyen tantárgyak is ezeken a szakokon, amelyek felkészítik a diákokat a magánvállalkozás megindítására, hogyan kell, tehát ezt megtanulják, gyakorlatot tesznek rá. Mennyire tudják feltölteni ezeket a 30-as létszámokat, például megtelik-e minden osztály? Igen, az utóbbi időben én azt hiszem, hogy feltöltöttük őket, úgyhogy most is arra számítunk. További sikereket kívánunk, akkor köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Köszönjük szépen. A Világgazdasági Fórum 2018-as felmérése szerint Szerbia a 10. a világon az agyelszívás tekintetében, vagyis élen járunk azok az országok között, ahonnan a friss diplomás fiatalok külföldre utaznak. A koronavírus járvány és az orosz-ukrán háború talán segített a végzőseinknek abban, hogy felértékelődjön az otthon biztonságának fontossága, de a külföldi vonzó munkahelyek és magas fizetések miatt sokan továbbra is az elvándorlást választják. Riportunkban megmutatjuk, mire vágynak a fiatalok, hogyan segíti itthoni elhelyezkedésüket az állam, és láthatnak néhány pozitív példát is olyanokról, akik karriert építettek szülőföldjükön. Fiatalok, magasan képzettek, tele vannak lendülettel, kreativitással, ötletekkel. A kérdés már csak az, hol kamatoztatják mindezt. A felnőtté válás talán legnehezebb lépcsőfoka, amikor a fiatal az egyetemről kilépve munkát keres magának. Az elképzelések ilyenkor összetalálkoznak a realitásokkal, és egyáltalán nem biztos, hogy a korábban kitalált igények maradéktalanul megvalósulnak. De milyen munkára vágyik egy fiatal? Mi a fontos? Elsődlegesen az, hogy megtisztelve érezzék magukat a fiatalok, miután szereznek egy diplomát, jó bánjanak velük, illetve a munkalégkör az, hogyha le van írva, hogy 8 órát dolgoznak, akkor 8 órát dolgoznak, és hogyha például van például túlóra, az pedig, hogy fizetve legyen nyilván. Fizetés nagysága az mennyire fontos? Szerintem létjogosultságú a mai világban, pláne most, mivel egyre jobban mennek fel az árak, viszont a fizetések még mindig stagnálnak. Egy fiatal elsődleges szempontja az, hogy mennyi pénzt kap nyilván a saját munkájáért, hogyha egy szakképzett, diplomás, nem tudom én, pedagógus vagy IT szakemberről beszélünk, akkor nyilván, hogy nem azt mondom, hogy magasak az elvárások, de azért úgy mondják, hogy az ott töltött időt, energiát, amit belefektettek az egyetembe elsődlegesen, utána pedig a munkakörükbe, azt, hogy azért meg legyen fizetve, és ne pedig az legyen, hogy csak a rezsikre legyen, illetve nem tudom, egy pár sörre. Hogy látjátok, mennyire vannak itt Vajdaságban ilyen munkahelyek, ahol így állnak a fiatalokhoz? Én azt látom, személy szerint én, hogy vannak lehetőségek. Nyilván itt a Vajdaságban a szerb nyelv tudása is a kérdés, hogyha a fiatal elsődlegesen eldönti, hogy itt szeretne élni, itthon szeretne tevékenykedni, fel tudja találni magát, csak ahhoz sok időt, energiát és odaadást kell, hogy mutasson a szakmája iránt, vagy ahhoz, amit szeret.
Szerbiában utoljára 2011-ben volt népszámlálás, 2021-ben lett volna újra aktuális. A járvány miatt azonban halasztották, így várhatóan idén ősszel tartják. Az időközben készülő kisebb felmérések azonban aggodalomra adnak okot. 2011 és 18 között például 175 ezer 30 évnél fiatalabb személy hagyta el az országot, minden ötödik magasan képzett volt. Szerbia tudatában van annak, hogy diplomás fiatalok nélkül nincs jövője. Hogy mérsékelje a negatív tendenciát, a kormány illetékes minisztériumai nemrégiben párbeszédet kezdeményeztek a hallgatói szervezetekkel. Mi smo tu da napravimo mehanizme koji će omogućiti lakši put u budućnost, koji će omogućiti snažniju sadašnjost. Mi smo tu da omogućimo da kroz vaše zahtjeve, kroz razgovor sa vama, nađemo najbolji mehanizam kako da, trasiramo taj put u tu sigurniju budućnost po meri svakoga od vas. A párbeszéd eredményeként a kormány egy 6 pontból álló intézkedéscsomagot készül elfogadni. Fizetett gyakornoki program a legjobbaknak. Idén áprilistól a legjobb átlagosztályzattal rendelkező szerbiai harmad- és negyedévesek lehetőséget kapnak arra, hogy szakmai gyakorlatra menjenek az állami szférába. Munkájukért fizetést is kapnak, emellett olyan tudásra és kapcsolatrendszerre tehetnek szert, mely később az előnyükre válik. Hallgatói kártya. Ezt jövőre vezetnék be. Minden egyetemistának járna, felhasználásával pedig kedvezményeket lehet majd kapni a boltokban, a szórakozóhelyeken, a kulturális és sportrendezvényeken. Kibővített első fizetésen program. A program munkatapasztalatot biztosít a pályakezdőknek és részleges megoldást kínál a szakember hiánnyal küzdő munkáltatóknak. 9 hónapra vonatkozik, a középfokú végzettséggel rendelkezők havi 22 ezer dinárt kapnak az államtól, a felsőfokú végzettségűek 26 ezret. Persze a munkaadó ezt bővítheti. A lehetőség eddig azok számára volt adott, akik befejezték tanulmányaikat, a jövőben a végzősök számára is elérhető lesz. Ösztöndíj program a szociálisan rászorulóknak. Ez a program is 2023-ban indulna, hogy kik tartoznak majd a szociális kategóriába, valamint hogy hányan és mekkora összeget kapnak majd, még nem tisztázott. Mesterképzés állami támogatása. Májusra várható a döntés az államilag támogatott mesterképzéses helyek számáról. A cél, hogy minél többen tanulhassanak masterfokozaton az állam terhére. Hátrányos helyzetűek és romák felzárkóztatása. Az elképzelés az, hogy a mesterképzésre vonatkozó állami helyek között külön létszámkeretet tartsanak fenn a hátrányos helyzetűeknek és a roma származásúaknak. Težak posao, dakle sve ove stvari koje smo dogovorili treba i da sprovedemo u delo. Mi ćemo na jesen imati i novi rebalans budžeta i novi budžet za 2023. godinu. Sve ove aktivnosti biće posebno i budžetirane, tako da ćete imati sigurnost kada je to u pitanju i naravno hoćemo zajedno i da ih sprovedemo u delo. Hogy az állami intézkedések mennyiben segítenek majd a vajdasági fiataloknak abban, hogy itthon maradjanak, nem tudni. Az azonban biztos, hogy az egyéni motiváció, a családból hozott gyökerek és a kitartás is legalább ennyire kell a boldoguláshoz. A közügyek és a Pannon Rádió időről időre igyekszik bemutatni olyan fiatalokat, akik karriert teremtettek itthon, és példaként szolgálhatnak másoknak. Ilyen volt például a fiatal orvos Balogh Dániel, aki édesapja példáját követve lépett a pályára. Másodikos középiskolás koromban, amikor odáig jutottam, hogy biológia, kémia, ez úgy érdekel, mondom apunak, mi lenne, ha orvos lennék? Jaj, fiam, hát nem látod, hogy milyen rossz nekem, ugyanis az édesapám orvos. Mondom, apu, én azt látom, hogy te ezt nagyon szereted, te szívből, lélekből csinálod, és nagyon akar segíteni, és én is ezt szeretném csinálni, és fölnézek rád ez ügyben. Jó van, fiam, akkor ezt elfogadom. És bemutattuk a pályájának elején álló Botka Csaba ügyvédet is. Joghallgatóknak most olyan lehetőségeik vannak, mint korábban, tehát amelyekre korábban nem volt példa, hiszen amellett, hogy tudnak jelentkezni a Magyar Nemzeti Tanács által folyósított ösztöndíjra, ugyanúgy a Magyar Nemzeti Tanács most
azt hiszem a tavalyi tanévtől kezdve egy külön jogász ösztöndíjat is létrehozott, pont azért, hiszen sajnos nagyon kevesen vagyunk, és igencsak probléma mutatkozik az utánpótlás vonatkozásában, és abban bízunk talán így mindannyian, hogy sokkal többen fogják ezt a pályát választani. Jó munkahelyet és fizetést itthon is lehet találni, bár tény, hogy a kínálat szűkebb, mint külföldön. Ha valaki azonban ezek egyikére vágyik, jól teszi, ha már egyetemi évei alatt megkezdi a kapcsolatok kiépítését, a szakmai gyakorlat megszerzését. Számtalan ösztöndíj és diákcsere program létezik, részben a szerb, részben a magyar állam támogatásával, de már nálunk is elérhetők uniós programok. Önkéntesnek is lehet jelentkezni a szervezetekhez, egyesületekhez és szakmai gyakorlatra, akár közvetlenül a cégek megkeresésével. Az biztos, hogy a sült galamb sem itthon, sem külföldön nem repül magától. Tanulni, tenni, igyekezni, mindenhol kell a sikerért. Egyre több szabadúszó, más néven freelancer dolgozik Szerbiában. Annak ellenére, hogy egyre népszerűbb az ilyenfajta munka, sokak számára még mindig megfoghatatlan, hogy mit is jelent freelancernek lenni. Ennek jártunk most utána. Adózzanak-e a freelancerek Szerbiában? Egyáltalán hol adóznak? Kell-e adózniuk? Hol dolgoznak és mit csinálnak? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel elég gyakran találkozhatunk a tavalyi évben, ugyanis a szerb kormány is elkezdett foglalkozni a szabadúszók adózásával. Így az eddig inkább csak hallomásból ismert tevékenység a figyelem központjába került. 2020 végén az adóhivatal arra szólította fel a Szerbiában élőket, hogy fizessék ki a 2015 és 2020 közötti időszakban felhalmozódott adóhátralékaikat. Ezt követően az így dolgozók tiltakozásba kezdtek, végül tárgyaltak is a kormánnyal az adózási formákról. Ennek köszönhetően döntés született arról, hogy milyen összegű bevételt követően kell adózniuk a szabadúszóknak. A koronavírus járvány előtt sokak számára a home office fogalma is ismeretlen volt. Arról is számos téves elképzelés született, mit csinál az, aki otthonról dolgozik. A kijárási tilalmak és az otthoni munkavégzés bevezetése után megszűnt annak a mítosza, hogy aki otthonról dolgozik, az nem csinál semmit, csak tévézik egész nap. Ugyanilyen mítosz lengi egyelőre körül a szabadúszókat is. Nincs munkaidő, nincs főnök, akkor is ott dolgozol, amikor és ahol akarsz. És csak dől a pénz, még adminisztrálni sem kell. Igen ám, de a szabadúszókra fokozottan igaz a szerb mondás, miszerint koliko para, toliko muzike, vagyis amennyit dolgoznak, annyi pénzt kapnak. Nincs szabadság, nincs hétvége, nincs téli vagy nyári szünet, és nincsen biztosítás sem. A Szabadúszók Szerbiai Egyesületének definíciója szerint a szabadúszó az a magánszemély, aki egy külföldi személy vagy cég számára az interneten keresztül nyújt digitális szolgáltatást. Általában tervezési vagy programozási feladatokról, illetve nyelvtanításról van szó, és a szabadúszóknak saját maguknak kell megtalálniuk a munkát, illetve projekteket. Nincs felsővezető, aki ezt rájuk osztja. Ta sama kategorija je vrlo diskutabilna, šta ona tačno podrazumeva, zato što to ona može da podrazumeva ljude koji su suštinski preduzetnici, samo što i nisu registrovali kao preduzetnici, to su oni koji obavljanjem delatnosti na tržištu stvaraju prihode. Ona obuhvata i one ljude koji povremeno ad hoc poslovima dopunjuju kućni budžet i koji ne dobacuju da stalno obavljaju delatnost, što rade samo povremeno. Ona obuhvata i lica koja u stvari i nisu preduzetnici, već su zaposleni od strane dominantno inostranih poslodavaca, ali taj odnos između njih i poslodavaca koji po svojoj suštini radni odnos jednostavno nije tako formalno. A becslések szerint Szerbiában körülbelül 100 000 szabadúszó tevékenykedik. Számukat azonban nem lehet pontosan tudni, hiszen ha nem csatlakoznak valamilyen egyesülethez, tevékenységük akár láthatatlan is maradhat. Éppen ez a láthatatlanság okoz gondot a hivatalos szervek számára, hiszen így nem lehet tudni, hányan nem fizetnek adót. Az új szabályozás szerint minden esetre nem kell adót fizetnie annak a szabadúszónak, aki havonta nem keres
többet 62 ezer dinárnál. Aki ennél több pénzt tud szerezni külföldi munkaadójától, annak az adózási kötelezettsége is magasabb. Mégpedig minél többet keres valaki, annál magasabb az adózási kulcs. Az adóhivatal azonban egyelőre senkin nem kérte számon az elmaradt hátralékokat. A rugalmas munkáról szóló törvényről tavaly sokszor szó esett. A jogszabály azonban még nem született meg, így nem lehet tudni, hogy a szerbiai vezetés milyen módon szabályozná a szabadúszók munkáját, illetve hogyan határozná meg a szabadúszók jogait és kötelezettségeit. Nem is csoda azonban, hogy Szerbia egyelőre nem tud mit kezdeni a szabadúszókkal. Az európai országok többségében is gondot okoz az így dolgozók bejegyzése. Kizárólag Németországban lehet szabadúszókat regisztrálni, más országokban valamilyen magánvállalkozói státust kapnak a szabadúszók. A téma kapcsán pedig a stúdió vendége Fürstner Igor, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola igazgatója, és Borosgyevi Alexandra, egy szabadkai szoftverfejlesztő cég társtulajdonosa. Jó estét kívánok! Jó estét! Hallhattuk a bejátszásban, hogy főként a programozás területe az, amelynek a révén sokan külföldre dolgoznak. Az egyik ilyen szakmai képzőhely a Műszaki Szakfőiskola itt Szabadkán. Az önök információi szerint hol tanulnak tovább, illetve hol dolgoznak tovább a diákok? Igen, ez így van. Jelenleg a legnépszerűbb szak az informatika. Egyébként ugye tudni kell azt, hogy Szerbiában ez most egy trend, stratégiai szempontból is született egy döntés, hogy az informatikát támogatni fogja az állam is, mind olyat, és ebből kifolyólag a középiskolások ezt a szakmát válasszák. Szerencsénk van, hogy ez egy olyan szakma, hogyha befejezik és tudják, tehát tudnak dolgozni, akkor elhelyezkedhetnek itt nálunk, és dolgozhatnak itt nálunk helyben, de nem csak az itteni cégeknek, hanem esetleg külföldi cégek számára is. Úgyhogy azt kell mondani, hogy megvan ez a lehetőség, hogy itt is itt dolgozunk, de nem csak itteni vállalkozásokban, hanem külföldi vállalkozásokban egyaránt. Alexander, egy szabadkai cégben vagy munkaadó, honnan vannak főként az alkalmazottaitok, illetve mely korosztály? A korosztály az úgy mondanám, hogy 20-tól 40 év körüliek, általában 5-öset fejeztek be, de nem feltétlenül van olyan, aki egyáltalán nem fejezett főiskolát vagy egyetemet, vagy pedig van olyan, aki átképzelte magát mondjuk egy építészmérnök, és akkor most egy programozó lett. Gyakorlatilag nekünk a tudása fontos, ezért is nagyon örülök, hogy sokat együtt dolgozunk a főiskolával, mivel hogy így egy picit mi is tudunk alakítani ezen, hogy mik azok a tudások, amik fontosak a gyerekeknek, hogy megtanuljanak, hogy utána egy jó szakember kerüljön ki az iskolába. Nem olyan régen egy projekt is létrejött annak érdekében, hogy minél jobb és minőségesebb élhető környezet legyen itt a városban. Melyik ez is, mi a lényege? Ez IT Subotica 2030 projekt. Összefogtak pár programozó cég, meg a város, a főiskola, meg a közgazdasági egyetem. Abban az érdekben, hogy minél jobb környezetet teremtsünk az itt tanulóknak, meg itt dolgozóknak, hogy Szabadkáról legyen híres, hogy jó tanulni itt nálunk, jó dolgozni, családot nevelni. Úgy gondoljuk, hogy a Szabadka méretű város nagyon jó élhető. Nem szükséges egy órát másfelet járni a munkáig meg vissza. Úgy gondolom, hogy nagyon jó munkahelyek is vannak Szabadkán, ahol ténylegesen jó szakemberek meg tudják találni magukat, és nem kell elmenni feltétlenül nagyvárosba azért, hogy tudjon dolgozni. Hogyan vesz részt ebben a projektben a szakfőiskola? Hát a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola alapítója ennek a Szabadka vagy Szubotica IT 2030-nak. Mi felismertük azt, hogy számunkra rendkívül fontos az, hogy Szabadka egy olyan város legyen, amelyben minőségesen lehet élni, dolgozni, illetve mielőtt dolgozni kezdenénk, akkor tanulni, mivel hogy az előbb elhangzott, hogy a munkaadók többségben a valamikori főiskolás hallgatókat foglalkoztatják, és ebből kifolyólag ugye arra lehet következtetni, hogyha
többen maradnak Szabadkán, vagy hogyha más városokból jönnek ide tanulni, akkor valószínűleg a munkaerő mennyisége, de bízunk benne, minősége is nőni fog. Tehát mindenféleképpen nagyon fontos lenne, hogy egyenletesen osszon el az, hogy ki hol dolgozik, ki hol él, ki hol tanul, mert nem szabad megengedni azt, hogy csak egy-két központ létezzen az államban, mert az végül is hosszú távon nem jó. Milyen lépések történtek már itt a projekt során annak érdekében, hogy kiemelkedőbb legyen ez a térség? Több csoportra osztottuk ezeket a dolgokat, amiket csinálunk. Van olyan, ami ekológiával kapcsolatos, mondjuk ütettünk fákat a Palicsi út mellett, vagy a Sándori út mellett. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy zöld városba élünk, minél tisztább legyen a levegő, és így tovább. Ez mindenkinek fontos. Hogyha már valaki nem azon gondolkozik az ember, hogy legyen mit ennie, nyilván az az első és a legfontosabb, utána azért nagyon fontos a környezet. Azon kívül konferenciákat szervezünk, foglalkozunk azzal, hogy a tanítványok, akik Szabadkán tanulnak, középiskolások vagy egyetemisták, hogy minél több céget lássanak, meglátják azt, hogy mi mit is csinálunk, hogy dolgozunk. Most mondjuk volt egy projekt, ahol 400 diák középiskolás, szakközépiskolába, akik járnak, IT-vel kapcsolatosan tanulnak, ők eljöttek Szabadkára, Kikindáról, Topolyáról, Kúláról, jöttek és megnézték a Vötösöt, megnézték a Közgazdasági Egyetemet, megnézték egy kicsit a város, meg a cégeket, akik itt vannak Szabadkán. Mi a cél 2030-ra igazából? A 2030 gyakorlatilag pont az a cél, amiről, ahogy be is mutattad ezt az egész projektet, hogy élhetőbb város legyen, legyen lehetőség fejlődni, ahogy professzionálisan, úgy családilag is, és egy olyan környezetben legyünk, amivel büszké tudjuk azt mondani, igen, én szabadkai vagyok. Milyenek a visszajelzések? Több ilyen ösztöndíj lehetőség is van például a műszaki szakfőiskolán, különböző cégekben gyakorlat vonzó ez a diákoknak, vagy igazából mindenkinek az lebeg a szeme előtt, hogy magasabb jövedelmet szerezhet? Hát a jövedelem az mindig érdekes, habár az egy hallgató vagy egy középiskolás számára az inkább egy majd egyszer lesz valami, de nagyon jól hangzik. És az utóbbi években visszajött az, hogy ösztöndíjrendszerben részesítik a hallgatókat, a jó hallgatókat a cégek, ami nagyon jó. Ezt a hallgatók felismerték, és büszkék arra, hogy a cégek jönnek hozzánk az intézménybe, és kiválasszák a hallgatókat, mert érzik, hogy akkor van értelme tovább tanulni. Én nagyon picit visszatérnék az előző kérdésre, illetve arra az akcióra, amikor a középiskolákat, sokat Vajdaságból ide hoztuk szervezetten, és a visszajelzések azok voltak, hogy sokan nem is tudták, nem hogy Szabadka létezik, vagy nem létezik, de sokan nem voltak itt. Nem tudták elképzelni, hogy van egy együttműködés az oktatási intézmények között és a cégek között, mert az ő városaikban ilyen nincsen, és azt mondták, hogy hát ők ezt nem hiszik el, hogy ilyen van, vagy hogy a cégek jelen vannak az intézményben, vagy hogy a cégből a képviselők előadásokat tartanak, mondjuk rá nálunk ez egy rendszeres dolog. Tehát nagyon pozitívan tértek vissza azokba a városokba, honnan jöttek, és meg kell mondani, hogy sajnos kivéve a nagy központokat a kisebb városokban azt tapasztalható, hogy praktikusan nincsen élet, és a gyerekek úgy érzik, hogy nincsen jövő, és most jöttek, és azt mondják, hogy jé, hát van, és valami működik, és itt vannak cégek, és milyen jó, és lehet dolgozni, lehet élni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó start, és meg lehet, hogy elsőre semmi köze se az informatikához, se a programozáshoz, de igazából erről szól, hogyha egy ember elégedett azzal, hogy hol él, hol dolgozik, akkor onnantól kezdve az egész társadalomnak csak jó lesz. Én azt gondolom, hogy ami itt az IT-seknek a hasznukra lehet, az minden más polgárnak a városban a hasznára lehet. Köszönöm szépen, hogy a vendégeink voltak. Mi köszönjük. Köszönöm szépen. Júniusban várható a kormányalakítás, a koalíciós tárgyalásokat követően nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádióban Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kiemelte, hogy Alekszandr Vučić már a választás éjszakáján azt mondta, hogy pártja esetlegesen a VMS-szel tudna együttműködni kormányalakításkor. A VMS-szel államtitkárok szintjén számolhatnak, tette hozzá a pártelnök. Meghosszabbított nyitvatartással működik szerdától az Ásotthalmi közúti határátkelőhely.
Az ünnepi időszakra való tekintettel április 26-áig 7 és 22 óra között fogadja az utasokat. Egy ukrán és egy orosz család tagjai közösen viszik a keresztet az utolsó előtti stáción, az idei keresztúton nagypéntek este a Kolosseumnál, közölte a Vatikán. Ferenc pápa a családoknak szentelt egyházi évben úgy döntött, hogy különböző családok viszik a keresztet a római Via Crucis 14 állomásán. Jeruzsálemben találkozhat Ferenc pápa és Kirill pátriárka. Júniusban kerülhet sor a katolikus egyházfő és a moszkvai ortodox pátriárka találkozójára, mely a béke elősegítését kívánja szolgálni. Húsvétra készülünk, nagy hét van, a nagybőjt utolsó időszaka. A legtöbb házban ilyenkor végzik a tavaszi nagytakarítást, díszítenek és lelkiekben is készülnek az ünnepre. Színes hímes tojások, nyuszik, vidám dekorációk nagy választéka hirdeti a húsvét közelettét a Vajdaság szerte megszervezett húsvéti kiállításokon és vásárokon. Az ünnepi hangulat megteremtéséhez ezek a rendezvények is hozzájárulnak, mondja az entagunarasi Kádár Krisztina, aki már javában készül az ünnepre. Mi a gyerekekkel nagy örömmel várjuk a húsvéti időszakot, nagyon, a gyerekek is nagyon szeretik, főleg a lányom, ugye a fiatalabb, ő vele mindig készítjük a nyuszinak a fészket, mert nagyon várja az ajándékokat, de ugyanúgy takarítunk, ugye nagy takarítás, ilyen kis tavaszi nagy takarítás, akkor előszedjük a húsvéti díszeinket, mindenhova kirakunk, tojásvát állítunk, hogyha időnk van, akkor ugye készítünk tojásokból különböző díszeket is. Tojást festünk, majd hogyha lesznek locsolkodók, ugye legyen mit nekik adni. Dudás Balog Andreáéknál a húsvétot megelőző időszak és a nagy hét a készülődés jegyében zajlik, úgy a külsőségek, a szokások, mint a család és a vallás életterén. Persze ugye rendet teszünk otthon, kicsit próbáljuk húsvéti hangulatba öltöztetni a lakást. Másrésztről azt kell mondjam, hogy a gyerekek is most már nálam akkorák, hogy igazán szívesen és örömmel vesznek részt ugye a különböző dekoranyagok készítésében, elsősorban tojásfestés, és akkor ott ugye a technikáknak a próbálgatása. A másik része az, hogy azért ilyenkor próbálunk a család szintjén egy bensőségesebb fölkészülést is tartani. Gondolok itt arra, hogy azért ugye a templomba megyünk már virágvasárnap, illetve előtte vasárnapokon is azért beszélgetünk arról, hogy mi történik, mire is készülünk ilyenkor. Maga a húsvét vasárnap az pedig úgy zajlik, ugye, hogy elmegyünk a misére, utána pedig a családdal együtt fogyasztjuk el, szülőkre, nagyszülőkre gondolok itt elsősorban, velük együtt fogyasztjuk el magát a húsvéti ebédet. A nagy hét a nagybőjt utolsó hete, virágvasárnaptól nagyszombatig tart. Számos néphagyomány fűződik ehhez az időszakhoz. Régen is és manapság is nagy héten végezték a tavaszi nagy takarítást, de a böjti és az ünnepi ételek fogyasztásához és elkészítési módjához is számos szokás fűződik. Nagypénteken emlékeznek meg Jézus Krisztus kereszthaláláról, ez a legszigorúbb böjti nap, tilos húst enni. A zsidók a vándorlásaik alatt így mondják, hogy általában magokon éltek, és a nagybőjt is ehhez kapcsolódik, hogy mikor böjtölünk, akkor magokat kellene fogyasztani. Megint mi jön be? Hát nálunk a pattogatott kukorica az, ami beszerezhető. Tehát az egyik nagy szimbólumunk a böjt napján az a pattogatott kukorica. Böjtölni kell. Sóba vízbe levest ettek az emberek. A sóba vízbe leves, én egyébként nagyon szeretem, krumpli, sárgarépa és ilyesmi. A nagypénteki szokáshoz hozzátartozik, és ez Bánátban még a kis településeken élő szokás, hogy cipót sütöttek ezen a napon, kis cipót, és folyóvízbe tették. És ahol nagyon forgott a cipó a vízbe, az azt jelentette, hogy ott valaki megfulladt, tehát ott nyugszik a vízbe. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy nem szólnak a harangok, ez az egyházra vonatkozik, és kerepelni mentek a fiúk. Manapság Dél-Kelet-Bánát,
Nagyszered, udvarszállás, Fehértelep, ezeken a helyeken még kerepelnek. Ez az én nagy gyűjtési területem, azért tudom konkrétan, és házról házra mennek, és közlik, hogy nagypéntek van, készüljenek. Hát a készüléshez hozzátartozott ugye a stációjárás, ahol volt lehetőség, ott fölmentek a Kálváriára. Legtöbb helyen már szombaton este nézték a csillagokat, és akkor azt mondták, hogy ha följön a csillag, akkor már szabad enni sonkát. Ennek is megvolt a rituáléja, a sonka, amikor az megfőtt, akkor beletették a kolbászt, amikor az is megfőtt, akkor jött a tojás, a főtt tojás. Hát ezek, én nagyon szeretem, hogy meg lehet teríteni, és vasárnap reggel ezt az ételkompozíciót kosárba rakták, és vitték a templomba megszenteltetni az ételt. A nagy hét a református gyülekezetekben az úrvacsorához való előkészület, az önvizsgálat, a lelki megtisztulás ideje és a bűnbánati istentiszteletek időszaka. Nagypéntek a legjelentősebb alkalma. Nagypénteken, amikor Krisztus kereszt áldozatáról emlékezünk meg, illetve a kereszt csodáját próbáljuk meg lélekben átélni, tartunk rendes liturgiás istentiszteletet, a gyülekezeti teremben tartjuk meg, és aztán a következő alkalmunk az húsvét, ugye a feltámadás ünnepe, mert nyilván azt tartjuk mi református keresztények is, hogy a nagypénteki keresztáldozat nélkül nincsen dicsőséges feltámadás sem. Ott kiszolgáltatjuk az úrvacsora sákramentumát is, hiszen az megerősíti bennünk valamilyen formában az elhangzott húsvéti örömüzenetnek az üzenetét. Ez egy csoda tulajdonképpen Krisztusunk feltámadása, és ezt a csodát kellene átélni, meg hittel elfogadni, mert ez egy hitbizonyosság. Meg kellene valahol érezni, vagy át kellene a mai hívőnek azt érezni, ami gyakorlatilag kicsit megfoghatatlan, mert nálunk reformátusoknál ez is tulajdonképpen a feltámadásra egybekötött, ez nálunk a bizonyos halottak napja, tehát nálunk van egy olyan szokás is, hogy ilyenkor a temetőbe is kimegyünk, és én egy bibliai igével húznám ezt alá. Tulajdonképpen a János evangéliumnak az egyik idézete lenne itt nagyon fontos. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Ezt a csodát kellene valahol lelki szemüvegünkön keresztül meglátni, megtapasztalni és átérezni, és én azt gondolom, ez lenne a húsvétnek a csodája. Bács-Feketehegyen húsvét vasárnapján gyermek istentiszteletet is tartanak, melyre énekekkel és versekkel készülnek nagy héten a gyerekek. Április 11-én a költészet napját ünnepeljük, Vajdaságban is meghirdetésre kerül a versünnep. Ennek részleteiről a stúdióban a Csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület irodalmi csoportjának vezetőjét, Tóth Líviát kérdezem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mit akar a Versünnep Fesztivál, honnan ered? A Versünnep Fesztivál tulajdonképpen Magyarországon szervezik meg, egészen konkrétan Budapesten, és két részből áll. Tehát van egy professzionális előadó művészeknek szánt része, ahol szintén verseket, prózát, megzenésített verseket adnak elő, és annak a döntőjét már tulajdonképpen tegnap a Magyar Költészet napján már megtartották a Nemzeti Színházban. És van egy másik része, amiben mi vagyunk érdekeltek, ugye az amatőr versmondók, a csoportok, az iskolák, a művelődési egyesületek, ez a diáksereg szemle. És erre nevezünk be már egy ideje a Csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület irodalmi csoportjának a versmondói. Korábban is már beneveztünk, részt vettünk, és akkor jött egyszer egy ilyen ötlet, hogy de akkor miért ne vállalnánk el mi, hogy megszervezzük a vajdasági válogatót, a vajdasági elődöntőt, és akkor így kerültünk tulajdonképpen az egyesületünk kicsit közelebbi és szorosabb kapcsolatba a Versünnep Fesztivál alapítvánnyal és az ottani szervezőkkel.
Milyen művel lehet nevezni erre a seregszemlére? Verssel és prózával lehet nevezni általános iskolásoknak és középiskolásoknak, és lehet kortárs költő, lehet klasszikus költő, író, mivel hogy próza is, de az a lényeg, hogy magyar íróköltő legyen, és minden évben a szervezők megadják a jeles irodalmi évfordulókat, amely éppen arra az évre érvényes, de ez nem kötelező érvényű, ez csak ajánlat, hogy esetleg azoktól az íróktól, költőktől lehet választani, és akkor így az idén Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfordulója van, és Illyés Gyula születésének 120. évfordulója, de kihangsúlyozták, hogy ez csak ajánlat, viszont ha éppen tőlük választ valaki verset, akkor az is rendben van, és én szerintem ez azért is jó, mert így benne van a kiírásban, akkor így fölhívjuk a fiataloknak a figyelmét, hogy milyen évfordulók vannak épp abban az adott évben. Hol és meddig lehet nevezni, illetve mikor lesz maga a megmérettetés? A megmérettetés, azzal kezdem, május 7-én lesz, ami viszonylag közel van, úgy gondolom, de végül is most ünnepek vannak, szünet az iskolában, tehát lehet készülni versekkel, meg hát szerintem ez egy olyan verseny, ahova nem muszáj most új verset tanulni, tehát ha valakinek van már a tarsajában egy korábban megtanult vers, hát azt is elhozhatja, és mivel 7-én van a verseny, akkor május 4-éig lehet nevezni, és a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület e-mail címére kell elküldeni a jelentkezéseket, tehát Móra Ferenc MME 70@gmail.com, igen, eszembe jutott így közben. Persze ezt ugye mindent kisbetűvel, ékezetek nélkül, úgy, hogy az e-mail címeket szokás írni. Ide várjuk a nevezéseket, meg kell írni, hogy ugye ki milyen művel jelentkezik, prózával vagy verssel. Fel kell tüntetni a versnek az előadás terjedelmét, mert 5 percnél nem lehet hosszabb. Azon kívül persze az iskolát, a korosztályt, a felkészítő tanárt, és hát ezeket az adatokat, amit minden más versenyen is követelni szoktak. Milyen díjazása van ennek a versenynek? Mit lehet nyerni, akár ajándéktárgyutalomra gondolok, akár lehetőségre? A Csókai elődöntőn, tehát ami vajdasági elődöntő lesz, ott könyvjutalmat adunk a nyerteseknek, tehát az első, második, harmadik helyezés külön díjasoknak, ezt a mi egyesületünk biztosítja nekik, és ezeknek általában az első díjasok, de volt, hogy a zsűrinek a versünneptől érkezett tagja, mert Budapestről is küldenek egy zsűritagot, ő volt, hogy nem csak az első díjasokat válogatta be, hanem másokat is, tehát akiket így meghatároznak, azok tovább jutnak Budapestre, a Kárpát medencei diáksereg szemlére, amit június 11-én tartanak meg. A korábbi években a budapesti Pesti Vigadóban volt, tehát egy gyönyörű környezetben, és ott pedig a nyertesek azok különböző a könyvjutalmak mellett táborokba nyernek, ilyen versfelkészítő, versmondó táborokba nyernek részvételi jogot. Volt, amikor Erdélybe mentek táborba, konkrétan vajdaság gyerekek is, és volt, amikor Budapestre, illetve Magyarországra, és mindig, akik eljutottak egy-egy ilyen táborba, mindig hatalmas élménnyel és örömmel jöttek haza, és mindig mondták, hogy milyen jó volt, és hogy jövőre is jó lenne, hogyha megnyernék ismét, mert ez valóban egy nagyon szép jutalom, mert ott tanulnak is, meg hát barátkoznak. Hát nincs más hátra, mint vers tanulásra fel. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Én is nagyon szépen köszönöm. Ez volt már a közügyek, köszönjük szépen a figyelmüket, holnap Kozma Zoltán várja Önöket hírháttérműsorunkban, ha tehetik, tartsanak akkor is velünk. További kellemes estét kívánok, viszontlátásra!